Megtartották a Kisherceg adaptációjának olvasó próbáját a Bartok Kamara Színház színészei. Az előadás speciális látványefektekkel és lézerekkel egy teljesen rendhagyó módon mutatja be a regényt. Sípos Imre rendező kiemelte, a kis herceg egy értékálló mű. Exopirének ez a műve azért izgalmas szerintem mindenki számára, mert hogy nem tudom hányan tudják, de hogy a Biblia után ez van a legtöbb nyelvre lefordítva. Tehát minden bizonyal ez egy olyan értékálló mű, ami, ami tehát világviszonylatban is úgy lehet mérni. Számtalan feldolgozása volt már a kis herceg történetének színházban, párszínházban, zenekarok előadásában. Én magam tulajdonképpen Hát majdnem annyi idős voltam, mint a Bese, amikor először találkoztam. Úgy a történettel, hogy én játszottam, mint amatőr ö, színpados Miskolcon. A rendező büszkén osztotta meg, animátorra is szükség volt a darab egyedi látványvilágához. Ilyet ö, az operaházban lehet egy-egy jelenet -egy erejéig látni ma Magyarországon. Talán még, talán még volt a Madácsban valami előadás. Amivel most mi kísérletet teszünk, az egy egészen újfajta látványvilág. Két lézer géppel fogunk vetíteni, nincs reális tér, egy fekete színházban a, a lézerek fogják megadni. Tulajdonképpen a sivatagot, a kutat, a teret, tehát rengeteg egy vetítéses háttér van. Múdi Bese, aki már több előadásban is szerepelt a Bartókban, elmondta, nagyon tetszik neki a színházi légkör, és kíváncsi, sikerül-e megfelelően visszaadni a herceg karakterét maga ez a színházas közeg, nagyon tetszett az előző két darabnál is. Konkrétan igazából előadástól előadásig éltem, mert a suli, hát nyilván hát nem szeretem, hát tipikus gyerek, és, és ez egy nagyon jó kikapcsolódás volt, illetve a közösség nagyon jó volt. Itt nem tudom, ugye bár más gyerek szereplőlől nem tudok, hogy lenne, és kíváncsisággal tölt hogy milyen lesz, hogy mennyire tudom teljesíteni a szerepet. A színház munkatársai úgy tervezik, hogy már márciusban bemutathatják a darabot online formában a közösségi oldalakon.